István, ez, amit most tapasztalunk, ez a főváros átlagos közlekedés sebessége? Meg ez itt közben mutat a kép, hogy te vagy a farázs. Se baj, kitakarítanak ütemek, amint a gyújtjuk, belobbanhat a farázs. Tarlós Istvánnak évek óta nincsen esélyes ellenzéki kihívója, viszont úgy alakult, hogy idén több is lesz. Se baj, jövünk, se baj. Azzal a három főpolgármester jelölttel készítettünk egy gyors 10 kérdést, 10 gyors válaszos interjút, akik részt vesznek az előválasztáson. Se baj, jövünk, se baj, jövünk. Ki lenne jobb miniszterelnök, ön vagy Dobrev Klára? Nem gondolkodtam még ezen. Tavaly tavasszal nagyon várt a Simicska atombombáját, ami végül nem robbant. Elárulja, hogy mi volt ez? Ezt Simicska Lajostól kell megkérdezni. Egyetérte Vágó Istvánnal abban, hogy aki pszichológushoz jár, az nem alkalmas főpolgármesternek. Nem értek egyet ezzel. Ha az államilag dotált fideszes politikai sajtó mellett megjelenik az ön tervei szerint a fővárosi pénzből működő politikai sajtó, az inkább segít, vagy inkább árt a hozzánk hasonló független piaci alapon működő lapoknak? Természetesen segít. Tehát nem konkurencia, segítség a budapestieknek minél több információhoz való hozzáférésünk legyen. Tudomása szerint a fővárosi korrupcióban kizárólag fideszesek érintettek, vagy egyes kerületi szocialisták is. Ennek szeretnék utána járni. Támogatná-e, hogy felhőkarcolók épüljenek Budapesten, és hogyha igen, miért igen, és hogyha nem, akkor miért nem? A tágabb értelemben vett belvárosban semmiképpen nem. A külső kerületek építészeivel, ott élőkkel megbeszélve ez egy jogos kérdés lehet, de a városképet, a történelmi városképet felhőkarcolókkal nem rondítjuk. Ha főpolgármesternek választanák, akkor kit vagy kiket választana helyetteseként? Nem osztogatok posztokat. Mi a kedvenc helye Budapesten? Budapesten? Károlykert. Mind a három az előválasztásban résztvevő jelent, nagyon sok mindenben egyetért Budapesttel kapcsolatban. Ön mégis miben tudna többet, vagy miben lenne jobb, mint a másik kettő? Összefogom a többieket is, a pártokhoz tartozókat is, és a pártokkal nem rendelkezőket is. Egész egyszerűen ez a célom, és meg is tudom teremteni. Mi ez a klímavédelmi vészhelyzet, és kihirdetnie, igen vagy nem? Én ezt már kihirdetném. A klíma katasztrófa, mint olyan, az nem egy távlati dolog, az már van. Nézzünk körül a hétköznapi életünkben. Hát gyakorlatilag már szinte élhetetlen a nyár, a tél, a levegő minősége. Ezt azonnali hatállyal ki kell hirdetni, és ennek megfelelően pontokba szedve azonnali cselekvési tervet elkezdeni. Nem csak meghirdetni, elkezdeni. És az utolsó, ön miben rosszabb, vagy miben gyengébb, mint a másik két jelölt? Kérdezze a másik két jelöltet.